Én mindenképp úgy gondolom, hogy a Pannon Egyetem keretében, a mérnöki kar keretében ez egy kanizsai, nagy kanizsai specialitás, és ennek megfelelően a jövőben is itt szeretnénk fejleszteni ezt a szakmérnöki képzést. Természetesen a veszprémi kollégák részvételével, de az a cél, a hosszú távú cél, hogy minél előbb alakuljon ki itt ez a szakértő gárda, amely viszi majd ezt a képzést, és hát nagyon jó úton járunk, hiszen a Sóségnő Kutatófejlesztő Központ munkatársai is már csatlakoztak ehhez a képzésre, és több tárgyat visznek